Pár napja születtek kisborjai a törökbecsei Sztojsin családnak. Ők az állattenyésztés mellett 40 hektáron szántóföldi növényeket is termesztenek, elsősorban takarmánynak. Plavino visu nam da proširimo poljoprivrednu proizvodnju, uglavnom stočarsku, da proširimo kapacitete što se tiče tova junadi. Planiramo da dokupimo još teladi. Törökbecse önkormányzata az idén első alkalommal hirdett pályázatot, amellyel a fiatal növénytermesztőknek segítenének. Što manje, to će biti veća pomoć iz budžeta opštine Novi Bečej, dakle povrtari, vinogradari i voćari. Dakle, po prvi put jedan vid subvencije iz budžeta opštine Novi Bečej za male i za mlade. Vojislava Sztojsin család legfiatalabb tagja nemrég szerzett diplomát a mezőgazdasági egyetemen. Ő is a szülei gazdaságában dolgozik. Od 2017. godine po prvi put je uvedena ova mera, takozvani startup program za mlađe od 40 godina. Drago mi je što ova mera daje rezultate, što sve više mladih ljudi iskazuje nameru da se bavi poljoprivredom. Az állattenyésztés fejlesztése és a fiatalok támogatása lesz a szerb kormány legfontosabb idei feladata ebben az ágazatban, jelentette ki Branislav Nedimović, mezőgazdasági miniszter. Ove godine mlade poljoprivrednike stvar koja je bila i prethodnih godina, to su ti grantovi za početak poljoprivredne proizvodnje, ali ćemo imati jednu novu stvar vezanu za kupovinu zemljišta poljoprivrednog, gdje ćemo imati jedan poseban fond kako ćemo poseban način postaći mlade ljude da kupuju poljoprivredno zemljište i da ostaju u selima. A politikusok Törökbecse után a községhez tartozó Kumánba is ellátogattak.